görögkatolikus bölcsödék, 7 intézményt épít, 7 településen a Nyíregyházi Egyházmegye Európai Uniós forrásból. Durvul az aszály, az egyenlőtlen csapadékeloszlás és a tartós hő hullám miatt az aszály súlyosbodására számítanak a szakemberek. Turizmus a vármegyében, keresettek a szabolcsi kikapcsolódási lehetőségek, szinte telt házban, de visszafogottabban költekeznek az emberek. Az utóbbi években 5 bárkaformát idéző görögkatolikus bölcsöde épült Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Legutóbb Vásárosnamény Vitkán nyílt meg intézmény, Rakamazon és Nyíregyháza Oroson pedig még tart egy-egy épületnek a kivitelezése. A Nyíregyházi Egyházmegye célja, hogy segítse a kisgyermekes családokat a mindennapokban. Apró kezek és talpak a Vásárosnamény Vitkai görögkatolikus bölcsödében. A kicsik március végén vehették birtokba az épületet, és láthatóan otthonosan érzik magukat az intézményben. Jelenleg ugye 20-an vagyunk, de folyamatosan várjuk a jelentkezőket, ugye a kisgyerekeket, a környező településekről is, tehát nem csak a Vásárosnamény Vitka, hanem ugye a Mátészalkát, tehát Fehérgyarmatig, tehát mindenkit, az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe lévőket. Jelenleg ugye 12 munkatársunk van, karbantartunk is, van egy lelkivezető atyánk, ő Tamás atya, ő a Vásárosnaményi görögkatolikus parókiának a vezetője. Ő szokott ugye kijönni hozzánk a gyerekekhez is, énekelni, mondókázni, zenélni velük, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, úgyhogy tehát így a mindennapjaikat szeretjük ugye színesíteni. A görögkatolikus egyházmegye Európai Uniós forrásból 7 bölcsödét épített az elmúlt években. Ebből 2 létesítmény kivitelezése még nem fejeződött be. A megye számos pontján, mondhatjuk Fehérgyalmattól Rakamazig, szinte minden települi, nagyobb városban igyekszünk jelen lenni az egyházmegyénken. Az a cél egyértelműen ezeknek a bölcsődiknek, hogy a fiatal családok mellett minél hamarabb ott állhassunk, és segíthessük az ő nevelési folyamatukat, hiszen mindannyian pontosan tudjuk, hogy talán az élet egyik legmeghatározó pontja az, amikor elindul egy család, amikor elindul egy új élet, és úgy gondoljuk, hogy az a többlet, amit az egyház hozzá tud adni ezekhez a kivitelezésekhez, ezek a szolgálatokhoz, az a lelki tartalom, az nagyban gazdagíthatja a jövő társadalom gondolkozását, életét, gazdagságát. Görögkatolikus bölcsöde épült Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Nyírbátorban, Máriapócson és Vitkán. A települések kiválasztását egy igényfelmérés előzte meg annak érdekében, hogy ott segítsék az ellátórendszert, ahol arra a legnagyobb szükség van. Ezek teljesen új épületek, és olyan településen vagy település részeken, ahol erre igény volt, ezek felmérések előzték meg, hogy itt ezeken a településeken még nem megfelelő az ellátottság ezekben a kérdésekben, és talán izgalmas, és a képeken is látszódik, hogy mindez ad egy bibliai motivumot is, hiszen egy bárka formát jelképezi. Úgy gondoljuk, hogy a bárka, amióta az emberiség létezik, főleg Noé történetéből is, mert mindig tudjuk, hogy a megbékélésnek a helye, a túlélésnek a helye, a jövőnek a helye, az mindig arról szól, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat folyamatosan fennmaradhat, és talán még inkább izgalmassá teszi azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol mi magunk sem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a holnap után, és milyen jó dolog, van egy biztos pont, van egy egyértelmű irányt adó és védelmet adó épület. Ezzel is gondoltuk, hogy jelképezzük a bölcsődék felé azt, hogy az egyházaknak jelenlegi küldetése világos és egyértelmű békét, biztonságot nyújtani a társadalom szinte minden tagjának, akinek erre igénye van. Szabó Tamás azt is elmondta, hogy a bölcsödei beruházások nagyban hozzátesznek ahhoz, hogy az édesanyák munkába állhassanak, és így a családok kétkeresős modellben élhessék a mindennapjaikat. Belvízvédekezés után aszály elleni intézkedésekre váltottak a Felső-Tisza vidék vízügyi szakemberei. A térségben pár hét alatt jelentős mértékben nőtt az aszályos területek nagysága. Rendkívüli helyzetről egyelőre nincs szó, az egyenetlen csapadékeloszlás és a folytatódó tartós meleg miatt azonban az aszály súlyosbodására számítanak a szakemberek. A csapadékos időjárás követően teljesen eltűnt az aszály a területünkről, de ahogy látszik a hőhullám megjelenésével, július 9-ére már megjelent a területünkön a közepes aszály, és ez a helyzet tovább romolott, tehát július 16-ára már döntően erős aszály uralkodik a területünkön.
pár hét alatt ilyen mértékben terjedt el az aszályos területek nagysága a Felső-Tisza vidéken. Ha a hőség folytatódik, akkor a Tisza déli vízgyűjtő területén már megjelent rendkívüli aszály a vármegyében is kialakulhat. Egy hónappal ezelőtt még nagy csapadékokról, viharokról, Tiszabercelnél lokálisan 127 mm csapadékról beszéltünk, ami ugye belvízvédekezés szükségességét tette. Fontossá, azonban a júliusban az időjárás nagyot fordult, hőségnapok lettek, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy míg 3 hőségnap volt júniusban, addig 13 lett júliusban, tehát gyakorlatilag július 6-a óta folyamatosan hőségnapokkal szembesülünk, ami azt jelenti, hogy 30 fok fölé megy a léghőmérsékleti maximum. Ez nyilván a folyóinkon is érzékeltette hatását, tehát területünkön megjelent az aszály. A szélsőséges időjárási körülmények miatt a vízkormányzási feladatok is megváltoztak. A belvízvédekezés, a szivattyúzás addig történt, ameddig a belterületek védelme érdekében, illetve a mezőgazdasági területekről elvezettük a vizet. Ugye most, hogy beköszöntött az aszály, teljesen más intézkedések szükségesek, ez konkrétan azt jelenti, hogy medertározást végzünk, tehát a zsilipek szakszerű használatával, vízvisszatartó helyekkel a területünkön mintegy 2.300.000 köbméter vizet medertározunk, illetve a tározóinkat is a belvízkor feltöltöttük. Tehát most mintegy 18 millió köbméter vizet tározunk tározókba. És ugye ezeknek a vizeknek egy jó része öntözési célokat is szolgálhat. A térségben a következő hetekben is az átlagosnál melegebb időt prognosztizálnak a meteorológusok. Az előrejelzéseket a vízügyi szakemberek folyamatosan figyelik. A június hónap már 3 fokkal melegebb volt az átlagosnál, ha ez az időjárás így folytatódik, a július már 5 fokkal lesz melegebb, tehát gyakorlatilag az aszály súlyosbodására számítunk, itt ugye akkor további vízvisszatartásokra és tározásokra lesz szükség. Nyilván a nagy hőség a tározott vízmennyiséget csökkenti, hiszen nagyon erős a párolgás, de a lehetőségekhez képest a vízvisszatartásra törekszünk, és a közeljövő is száraznak ígérkezik. Tehát a július-augusztus hónap az átlagosnál melegebb és szárazabb a meteorológiai előrejelzések szerint. Rendkívüli aszály legutóbb 2022-ben sújtotta az Alföldet. A történelmi szárazság oka a kutatók szerint a felszín közeli párás légréteg hiánya. A kutatás feltárta, hogy a vízszabályozásokat követően az intenzív mezőgazdasági művelés hatására a talaj víztároló képessége jelentősen lecsökkent. Ez pedig fokozta a szárazságot. Idén a lehulló csapadék mennyisége ugyan átlagosnak számít, a csapadék eloszlásának egyenlőtlensége miatt azonban ez az adat nem tükrözi mindenütt a valóságot. A talajvizek továbbra is rekordmélységben vannak a nyírségben, hosszú távon ezért csak nagy léptékű vízügyi beruházások javíthatnak a helyzeten. Az őzek kezdődő párzása miatt óvatosságra, figyelmesebb közlekedésre hívja fel a figyelmet az Országos Magyar Vadászati Védegylet. Közleményükben most azt írták, mivel Magyarország legnagyobb egyedszámú és legelterjedtebb nagyvadfajáról van szó, gyakorlatilag az egész ország területén, így Szabolcs-Szatmár-Berekben is, nagy számban lehet számítani felbukkanásukra a közúton, ami fokozott balesetveszélyt jelent július második felétől augusztus közepéig. Mint írták, az évente 7400 nagyvad elütés, 78%-ában őzet gázolnak. Jó részét az üzekedési időszak alatt. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye számos szállodája teltházzal működik a nyári időszakban. Az aktív kikapcsolódásra és kényelmes pihenésre vágyók egyaránt találhatnak maguknak célpontot a térségben. És bár keresettek a szabolcsi kikapcsolódási lehetőségek, a szakemberek azt tapasztalják, jóval visszafogottabban költekeznek a belföldi turisták. Az elmúlt napok forróságában sokan választották hűsítés céljából valamelyik Tisza partot. Ezen a szakaszon már tavasz közepétől nagy hangsúlyt fektettek a tereprendezésre és a fűnyírásra, hogy a szezonra megfelelő körülmények fogadják a fürdőzőket. Gergely Ugornyán sok mindenre odafigyelnek. Igényes, vízparthoz illő öltöző várja a vendégeket, 11 órától 19 óráig pedig vízimentő szolgálat is biztosított. És nem csak a strandolók érkeznek ide szívesen.
Büszkén mondhatom el, hogy a Bereg Szíve Üdülőközpontban folyamatosan csütörtöktől vasárnap estig érkeznek meg a vizitúrázók, egyszerre 50-en tudnak megszállni a sátraikban, ami azt jelenti, hogy 5x10 főnek van a vizitáborozók által megépített sátor június végétől augusztus végéig. Ugyanakkor a bringások is folyamatosan érkeznek, múlt pénteken 80-100 vendégünk volt csak a Bereg Szíve Üdülőközpontban, de azt is látom, hogy nagyon sok nyaraló megújult. Nyilván vannak még olyan nyaralóink, amelyekre kevesebb gondot folytanak a tulajdonosaik, de bízunk abban, hogy a jó példa ragadós, és örömmel tapasztalom, hogy gazdát cserélnek a régebbi lelakott nyaralók is, a fiatalok, sőt a középkorosztály is szívesen tölti el itt az idejét. Itt egy necces éjszakánk van, a szombat éjszaka, amikor viszont a fiataloknak kedvezünk, ekkor ugyanis nincsen Gergely-Ugonyán zárva tartás, hanem szombaton éjszakától vasárnap reggel 6-ig szórakozhatnak. Nyilván ennek megvan a előnye és megvan a hátránya, és előnye az, hogy nem mennek el máshová, a diszkóból eseteket így el tudjuk kerülni, hiszen itt vannak a közeli helyen, az otthonukhoz közel, és nem kell elmenni Kisvárdára, Mátészalkán, Nyíregyházára. Ugyanakkor azt is tudom, hogy a túlzott hangerű sokakat bosszant, de hát legyünk toleránsak egymással, és próbáljuk meg elviselni azt a néhány szombat éjszakát, ami ilyenkor adja magát. A nyíregyházi szállodák szinte tavasz elejétől teltházzal üzemelnek. Az egyik legújabb hotel vendégei 90%-ban családosan érkeznek a kikapcsolódás helyszínére. Új és a már meglévő vendégeink is szívesen jönnek hozzánk. Ők pedig már körülbelül kora tavasszal lefoglalták a nyári pihenésüket. Ezt elsősorban ugye a Nyíregyházi Állatpark nagy sikerű interakciójának köszönhető, a Jégvilágnak, amely ugye Magyarországon egyedülálló. Szétnéztünk a vármegye más területén is. A Baktalóránd háza határában lévő szállodát a hétköznapokban jó részt üzleti turisták veszik igénybe, főleg osztrák, német és holland nyelvterületről, de a hétvége itt is a családoké. Ahogy a legtöbb étteremben és hotelben, itt is visszafogottabban költekeznek a vendégek. Magyarországon körülbelül 42 millió vendégészaka van évente, azért itt van hova fejlődni. Szóval a Magyar Turisztikai Ügynökség is lenyilatkozta egy olyan 50 milliós vendégészaka szám a cél 2030-ig. Azért ez a 8 millió, azért ez egy brutális szám, amelyet el kellene, hogy érjünk. Ezt nem is tudom, hogy milyen kapacitásbővítéssel fogjuk tudni elérni, hogy a célszámok meglegyenek. Illetve hogy mivel tudjuk jobban ösztökélni a vendégeket az adott szálláshelyen, illetve étteremben arra az elvárt keresletre, amelyet mi küzdünk, vagy tűzünk ki célul, hogy a vendéglátóegységet, a szállodát, az éttermet azt pozitív eredménnyel tudjuk üzemeltetni. Azért itt van egy hátsó oldala is, az üzemeltetési költségek, amelyek még ebben az évben azért jócskán nyomják a vendéglátóegységeknek a vállát. A tavalyi inflációs nyomás, amely megemelte az árakat, nem érhető el, és ezt kimerem jelenteni, hogy nem érhető el mindenki számára egy középszerűtől jobb, vagy egy 4 csillagtól fölfelé szálloda. Nagyon megemelkedtek az árak, talán a 2019-es szinthez képest egy 70-80% emelkedés biztosan van. Ennek ellenére a terület szépsége és a nyírségi emberek vendégszeretete megye és ország határon túlról is sok turistát csábít a térségbe. Továbbra sincs egységes jogi szabályozás a fedélzeti kamera használatát illetően. Olyan jogszabály sincs azonban Magyarországon, amely tiltaná a fedélzeti kamera használatát. A rendőrség most megerősítette, az eszköz jogszerűen használható, és akár bizonyító erejű is lehet a kétes szituációk vagy baleset esetén. Külföldre utazás előtt ugyanakkor érdemes utána nézni a szabályoknak. Egyes országok ugyanis, mint például Ausztria, tiltják az autós kamera használatát. Vadul előzgeti a kocsisort a fehér autó sofőrje, majd hogy visszatérjen sávjába, szinte kilöki a szabályosan közlekedőt. A Dunakanyar közelében készítette a felvételt néhány nappal ezelőtt az egyik arra járó vezető fedélzeti kamerája. Az interneten számtalan olyan felvétel van, amely bizarr és sok esetben életveszélyes jeleneteket örökít meg. Ezek azonban nem csak a videó megosztókon hasznosulhatnak. Olyankor is jogszerűen használhatjuk, amikor egy másik féllel valamilyen kétes szituációba vagy balesetbe keveredünk. Sokszor találkozunk olyan helyzettel, amikor nincsen külső tanú, ilyenkor nagyon jól jön, hogyha rögzítettük azt, hogy mi történt. Hát ez nyilván a saját védelmünk, de akár ellenünk is fordulhat, hiszen hogyha olyan történik, akkor azt is rögzíteni fogja ez az eszköz.
de akkor is használhatjuk az autós kamerát, hogyha a szabálytalankodót rögzít, de mi magunk nem vagyunk része a szituációnak. Így tehát feljelentést tehetünk a felvételre hivatkozva, ha például egy előttünk haladó piros lámpán halad át. Ilyenkor a felvételt készítőt általában megszokta kérdezni az igazgatás rendészeti osztály, tehát elmondatják az illetővel a pontos tapasztalatokat, hiszen nagyon sok kérdés még felmerülhet, hiába látunk bizonyos dolgokat, ugye a kamera szemszöge az egy teljesen más szemszög, nem biztos, hogy ugyanannyit vagy ugyanazt látja, mint az emberi szem, tehát lehetnek külső tényezők, amik azért változtatnak a tényálláson, de alapvetően felhasználható, fel is használják, és hát több olyan internetes vagy akár Facebook oldal is van, aki ezt egész komolyan űzi, ezt a sportot, és az olyan embereket, akik ténylegesen felháborító módon közlekednek, megteszik előnük a feljelentést, és el is járnak velük szemben. Érdemes azonban vigyázni egy-két dologra, egyes határátkelő pontokon például látható a fényképezni tilos tábla, ez érvényes a fedélzeti kamerára is. Európa országaiban sem egységesek a fedélzeti kamera használatára vonatkozó szabályok, Ausztriában nem lehet használni, Németország bizonyos szabályokhoz köti használatukat. A legokosabb dolog ezért, ha utazás előtt mindenki tájékozódik az egyes országokban érvényben lévő szabályokról. Ingyenesen hívható zöld számot hozott létre a kormány azok számára, akik még nem regisztráltak a gondos órára, és az internet helyett inkább telefonon intéznék a regisztrációt, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a zöld szám bevezetése újabb kedvezményt, támogatást és könnyítést jelent a gondos óra életében az ingyenes applikáció után. Azok számára, akik még nem regisztráltak a gondos órára, és az internet helyett inkább telefonon intéznek a regisztrációt, ingyenesen hívható zöld számot hoztunk létre. Így mostantól ők ingyenesen ezen a zöld számon intézhetik a regisztrációt. A zöld szám bevezetése újabb kedvezményt, támogatást és könnyítést jelent a gondos óra életében az ingyenes applikáció után. Új edzővel, új osztályban, új célokkal vág neki a bajnokságnak a Nyíregyháza Spartacus második csapata. A 20 év körüli játékosokból álló Spari 2 Török László irányításával az NB3 északkeleti csoportjában a bennmaradást tűzte ki célként. A kis Spari a nyitófordulóban vasárnap 11 órai kezdettel a szintén újonc Máté Szalkai MTK-t fogadja az örökösföldi pályán. Nem csak a Nyíregyháza Spartacus első csapata, hanem a második együttes is osztályt váltott a nyáron. A legutóbbi szezonban a vármegyei első osztályban szereplő Spari 2 az NB3-ban folytatja. A vezetőedző a legutóbb Kisvárdán dolgozó Török László lett, akinek munkáját Szatke Zoltán és Pintér László kapusedző segíti. Nagy kihívás nyilvánvaló, szeretem a kihívásokat. Mondhatom, hogy nagy fába vágtam a fejszét, de természetesen az érdeklődtem. Nyilván megye első osztály 9. helyezettéből lépni az NB3-ba, az egy hatalmas nagy különbség, nagy az olló. Szoktam mondani, hogy U20-as csapatunk van, aki az NB3-ban indul, ezt már mondtam többször, de ez szó szerint így van. Próbálom nem nagyon magasra tenni a mércét, de muszáj. Tehát muszáj. Tisztában vagyok bizonyos szempontokkal, látottak alapján be tudom határolni nagyjából a képességeket. Valakinek behatárolt a képessége, mert lehet, hogy többre nem képes. Megpróbáljuk mindenkiből kihozni a maximumot. Heti az első héten egy edzés, de azóta a második, harmadik és negyedik hetünk 7-8 edzéssel, plusz edzőmérkőzésekkel, felkészülési mérkőzésekkel készülünk a bajnoki rajtra. Keret még nem állt össze, még hétközben is lesz egy egymás közti játék, ahol most már ki kell alakítanom egy adott keretet. A szakember szerint olyan munkát kell végezniük a fiataloknak, amellyel esélyük lehet arra, hogy felkerüljenek az első csapat keretébe. Hát ugyanúgy, ahogy a srácoknak is nagy megtiszteltetés, hogy az NB1-es második csapata lehet, úgy nekem is az, hogy az NB1-es csapat második csapatának lehetek az edzője, és nem mondom azt, hogy,
hogy itt már jövő héten, vagy bármi, itt már felkerül a játékos, de viszont vannak, akik már fennedzenek, vannak, akik vissza is játszanak, elsősorban fiatalokról beszélek, ugye itt van egy fiatal szabály, ahol ez 2004-től és a fiatalabbak játszhatnak, de vannak olyan képességi játékosaink, akik majd így az egyéni fejlesztések alatt én azt mondom, hogy előbb-utóbb, ha azt kér tőlem Tilman Krisztián és stábja, hogy Laci, küldj egy támadót, vagy küldj egy védekező középpályást, akkor tudom majd, hogy kit fogok küldeni. Ez a cél mindenkinek. És én mindig úgy készítem őket fel minden edzésre, hogy ma ez a gyakorlat, ma próbálj minél kevesebbet hibázni. Próbálj egymás közti játékban nyerni. Mindig versenyszellem legyen az edzésen. A játékosok fejlesztése mellett azért az eredményességet is szem előtt tartják a második csapatnál. Bemaradás a cél. Ez mellett amit mondtam, a játékosok fejlesztése. Hogyha erre minden héten így koncentrálunk, és az adott mérkőzésre is, akkor a célunkat el kell, hogy érjük, és hogyha elértük, akkor az a következő időszakra egy nagyon nagy erőt és fejlődést jelenthet. A Spari 2 valamennyi hazai meccsét vasárnap 11 órai kezdett el játsza az örökösföldi pályán. A nyitófordulóban, július 28-án a szintén újonc Mátészalkai MTK-t fogadja a Török László együttese. Híradunk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer, röviden. Újabb görögkatolikus bölcsödét vehettek birtokba a kicsik már az év első felében Vásárosnamény Vitkán. A bölcsödei helyek feltöltése folyamatos. A nyári időszakban is vannak gyermekek a csoportban, ellátásuk biztosított. További két bölcsöde építése is folyamatban van Rakamazon és Oroson, a Nyíregyházi Egyházmegye jóvoltából. Terjed az aszályos területek nagysága a Felső-Tisza vidéken. Rendkívüli helyzetről még nem számoltak be a szakemberek, ám az egyenlőtlen csapadékeloszlás és a tartós hőhullám miatt az aszály súlyosbodására számítanak. A szakemberek szerint a nyírségben hosszú távon csak nagy léptékű vízügyi beruházások javíthatnak a helyzeten. Az aktív kikapcsolódása és kényelmes pihenésre vágyók egyaránt találhatnak maguknak célpontot Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A térség turisztikai központjának még sokan Nyíregyházát tartják, pedig például Vásárosnamény és több más település is számos látni és tennivalóval csábítja a városba a vendégeket. A vármegye számos szállodája teltházzal működik a nyári időszakban. Kedves nézőink, Önök július 22-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk, és ha gondolják, a weboldalunkon keresztül újra visszanézhetik a híradót, vagy az ott elhangzott anyagokat. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó pihenést, viszontlátásra! Kedden kezdődő hidegfront alakítja időjárásunkat, de ez még itt keleten kevésbé érezteti hatását. Változóan felhős, napos, délután erősebben gomoly felhős idő várható. Este majd éjszaka nagyobb területen kialakuló záporokra, illetve elsősorban a Duna vonalától keletre zivatarokra látszik esély. A hőmérséklet maximumai napközben 30 és 33 fok között alakulnak.